Hát először is gratulálok a Tarjáni csapatnak. Nem véletlenül vezetik a bajnokságot, egy jó csapat, és kíméletlenül kihasználták a hibáinkat. Igazából ahelyett, hogy vezettünk volna 1-0-ra, mindjárt rögtön szinte kaptunk egy gólt. Ahelyett, hogy egyenlítettünk volna, már is 2-1 volt. Vagyis, hogy bocsánat, 2-0 volt. A fél időben bejöttünk 2-0-ás hátránnyal. Próbáltunk a srácokba még több motivációt, mert egyébként ebben elégedettek voltunk. Nagyon jól mentek a srácok, két egyéni hibából sajnos két gólt kaptunk. Fédő próbáltunk, hogy kijövünk, próbáljunk meg gólt rúgni, és akkor bármi lehet még a mérkőzésen. Hát erre megint volt egy helyzetünk, a gólvonal rúgták ki a védők a labdát, és akkor fölívelték, és kontra 3-0, és ott már végre eldőlt a mérkőzés. Igazából büszkék vagyunk a fiúkra, mert tényleg mindent megtettek, csúsztunk, másztunk. Nem ezen múlott, igazából tényleg az egyéni hibák, meg a végén már igazából, megmondom, a másik félre elfogytunk. Tehát akkor már elfogytunk, nem volt energia, ott a Tarján már fölénk nőtt, úgyhogy igazából tényleg megérdemelten győztek, azt kell, hogy mondjuk, de talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy 5-0 azért nem volt ebben a mérkőzésben benne. Jobb lett volna egy szorosabb mérkőzés, sajnos így alakult igazából, amiatt vagyunk szomorúak az első fél időben. Sajnos még azt mondom, azt sem érdemeltünk 2-0-at, jobb lett volna egy 1-0 vagy 0-0 vagy egy X-re bejönni, és akkor bármi lehetett volna. Még így is azt éreztük, azt éreztem, hogy lehetne, hogyha betalálunk, de sajnos nem így alakult. Jó csapat a Tarján. Még egyszer mondom, mi meg nem fogunk csüggedni, mert igaz, hogy kaptunk 5 gólt, de igaz, tényleg mindent megtettünk. És sajnos hibákból megint. Ez az előző meccsen is így volt. Ott a helyzeteket nem rúgtuk be, és megint gólokat kaptunk. Itt is volt, tehát azért volt lehetőségünk, nem sikerült berúgni. De föl a fejjel a fiúknak azt mondom, mert én tényleg büszke vagyok rájuk Gyulával, Gyula is büszke rájuk, mentek, tényleg csináltuk. Ennyi volt ebben a mérkőzésben. Még egyszer gratulálok a vendégcsapatnak, sok sikert kívánok nekik a folytatásban. Egy jó minőségi pályán játszottunk, és egy masszív ellenfélre találtuk magunkat szembe. Igaz, az első 10-15 perc most már többedik mérkőzésen akadozott, de aztán mindig próbálunk sebességet váltani, próbáljuk azt az iramot, amit mi tudunk az ellenfélre ráerőszakolni. Az a mai mérkőzésen sikerült is, és azt gondolom, hogy a helyzetek alapján teljesen megérdemelt győzelmet arattunk.